A hamarosan várható vízszint mértéke nem kimagasló, de decemberre egyáltalán nem jellemző. Beke Zsolt, a közép-dunántúli vízügyi igazgatóság szexádi szakaszmérnökség vezetője elmondta, hogy a holtágak felé vízpotlásokat végeztek. A Duna vízgyűjt területén az elmúlt hónapokban rendkívüli csapadékok mutatkoztak meg, amiből jelentős hobotárolt vízkészlet gyűjt össze. Egy ciklon, kapcsán itt a hóvadás és újabb csapadékok elindítottak a Dunán árhullámokat. Ezek az árhullámok elérték térségünket, így Tolna megyét is. Elmondható, hogy az ünnepek előtt már egy árhullám levonult a Dunán, aminek a vízszintjei a fokozat alatti vízszintek voltak, és viszont a magas vízállások kihasználásával vízpotlásokat tudtunk önkormányzati igények szerint végezni holtágak felé. Beke Zsolt hozzátette, a Dunai árhullám mellett az elmúlt hetek esőzései miatt a sión is magas vízszintek jelentkeztek, továbbá belvízvédelmi készültség is van. Az elsőfokú árvízvédelmi készültség miatt a töltéseken a közlekedés tilos, de az ártérben található ingatlan tulajdonosok használhatják azt. A Sió árvízkapunál a nagy zárásával jelenleg a Duna árhullámából mintegy 60-70 cm tetőzésnél 80-90 cm tudnak kizárni, ami így nem érvényesül a Siónak az alsó szakaszán. A tetőzés várhatóan péntekről szombatra érkezik. A Dunán a Paksi vízmércénél 700 cm körüli, a Sion 1100 cm-es értéket várnak. Ez azt jelenti, hogy a Duna ártere 60-70 cm-es vízborítású lesz.